Az elsősegélynyújtó munkabizottság szakemberei kidolgozták a vizsgáztatás járványügyi biztonsági előírásait, eszerint fogadják június 2-ától a vizsgázókat. A legfontosabb változtatás, hogy óránként egyszerre legfeljebb 4 személy adhat számot tudásáról. Ebből fakadóan azonban előfordulhat, hogy a megszokottnál későbbi dátumra lehet csak időpontot foglalni. A koronavírus fertőzés elkerülése érdekében a vizsgán kötelező lesz az egyéni védőeszköz viselése is. Védőmaszkban és gumikesztyűben kell jönnie a vizsgázónak a vizsgahelyszínre. Hogyha nincsen, akkor ezt biztosítunk, illetve megvásárolható a helyszínen, ha valaki ezt otthon felejtette. Ezen kívül kézfertőtlenítővel készülünk, tehát már a bejáratnál történik egy kézfertőtlenítés. A mosdókban fertőtlenítő szappanokat fogunk elhelyezni, és bent a vizsgateremben is kézfertőtlenítésre kerül sor újból, amikor belépnek oda a vizsgázók. Ezen kívül megváltozik valamelyest a vizsga feltételrendszere is. Noha az úgynevezett ambubabákat fokozatos odafigyeléssel fertőtlenítik majd, az újraélesztésnél a befúvásos lélegeztetés kihagyható eleme lesz a folyamatnak. Helyette a vizsgázók kérésére egy perces folyamatos mellkas kompresszióval is teljesíthető lesz ez a vizsga elem. További változtatás, hogy a vizsgázók a páros gyakorlatok mellőzését is kérhetik, helyettük önmagukon vagy egy erre alkalmas szemléltető eszközön kell bemutatniuk az ellátást. A magyar kormány nemrégiben rendeletben határozta meg azt, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel elsősegélynyújtási ismeretekről szóló igazolás nélkül is kiadhatóvá teszi a jogosítványt, ha egyébként minden más vizsgafeltétel teljesült. Gurály Edina ezzel kapcsolatban elmondta, ez a szabály csak a veszélyhelyzetben marad érvényben, a vizsgákat jövő héttől az eredeti jogszabály szerint bonyolítják le. Vannak várakozók, és a jövő héttől indítjuk a vizsgákat, csütörtökön már Nyíregyházán jönnek azok a felkészült vizsgázók, akik a kijárási korlátozás előtt már bejelentkeztek és befizették a vizsgadíjukat. A kormányrendelet a vírusintézkedés miatt most ezt hozta, azonban a jogszabályban, ami az egészet szabályozza, abban viszont a jogosítvány megszerzéséhez kötelező a közúti első segélynyújtó vizsgának a teljesítése. Tehát mi a jogszabálynak megfelelően kezdjük újra a vizsgáztatásainkat azokkal a feltételekkel, amivel a biztonság megteremt. A vizsgákkal párhuzamosan az elsősegélynyújtó tanfolyamok is újra elindulnak. Ezekre jelentkezni a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének központi telefonos ügyfélszolgálatán munkanapokon lehetséges.